Kedves kollégák, tisztelt hallgatóság! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Neumann János Számítógéptudományi Társaság informatika történeti fórumának és az Óbudai Egyetemnek a meghívást. Sajnos ebben az esetben a meghívásnak csak videófelvétel útján tudunk eleget tenni, ugyanis az előadás jelzett időpontjában éppen külföldön tartózkodunk. Most megosztom a képernyőt, és megkezdjük az előadást. Előadásunkban a mesterséges intelligencia gyógyszerkutatásbeli alkalmazásait kívánjuk megmutatni. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot be tudjuk mutatni, érdemes megismerkedni magával a gyógyszerkutatásnak, illetve a gyógyszerfejlesztésnek a folyamatával. Ez a folyamat a betegséggel kapcsolatban hozható fehérje, az úgynevezett molekuláris célpont azonosítása. Majd ezt követően a barnával jelzett úgynevezett preklinikai szakaszban a molekuláris célponthoz olyan tipikusan kismolekulás ligandumokat keresünk, amelyek olyan molekulák, hogy a célponthoz kapcsolatban képesek legyenek a célpont hibás működését kedvező irányban befolyásolni. Ezeket a molekulákat kémiai kiindulópontoknak nevezzük, és a kémiai kiindulópontok azonosítását követően egy sokdimenziós optimálás következik, amely optimálás során feladatunk a hatékonyság és a biztonságosság feltételeinek a maximalizálása. Amennyiben ez az optimálási folyamat sikeres, úgy a preklinikai szakasz végénél már egy gyógyszerjelölt molekulával rendelkezünk. A gyógyszerjelölt molekula a preklinikai fejlesztés utolsó szakaszában részletes, biztonsági és toxikológiai vizsgálatokon megy keresztül, és amennyiben ezek a vizsgálatok is sikeresek, úgy lehetőség van az ábra jobb oldalában látható, kékkel jelzett klinikai fejlesztések megkezdésére. A klinikai fejlesztési szakasz alapvetően három fázisból áll. Az első fázisban feladatunk a gyógyszerjelölt molekula emberi szervezettel való kölcsönhatásának vizsgálata, nevezetesen annak felszívódását, eloszlását, metabolizmusát és kiürülését vizsgáljuk. Valamint ebben a fázisban kerül sor elsőként a biztonságosság vizsgálatára is. A következő második fázisban az elsődleges feladat a gyógyszerjelölt hatékonyságának igazolása. Ez a fázis már betegekben kerül vizsgálatra, és amennyiben a korlátozott számú betegen a gyógyszerjelölt megfelelő hatékonyságot és biztonságosságot mutat, így kerülhetünk át a harmadik fázisba, amely harmadik fázis már több száz, akár több ezer beteg huzamosabb időn keresztül történő kezelés. Célja a szélesebb populációban történő hatékonyság és biztonságosság vizsgálat. Amennyiben a harmadik fázis is sikerrel járt, úgy a gyógyszerjelölt molekula vizsgálatával kapcsolatos valamennyi kísérleti eredményt, különös tekintettel pedig a klinikai vizsgálatok eredményeire az engedélyezési hatósághoz kell eljuttatni, és az engedélyezési hatóság kedvező esetben lehetőséget ad a termék piacra juttatására. Ez a folyamat átlagosan 13,5 év hosszúságú folyamat, tehát valahol 10 és 15 év közötti időt vesz igénybe, nem számítva a molekuláris célpont, azaz a funkciójában módosítandó fehérje hatására szánt időt, ami a tünet explorációs idő. Tehát egy időben hosszú folyamatról beszélünk, amelynek költségeit érdemes áttekinteni, ott a harmadik sorban láthatjuk millió dollárban kifejezve, és megállapíthatjuk, hogy szemben a preklinikai szakasz viszonylag racionális költségeivel, mindösszesen körülbelül 20 millió dollárról beszélünk egy projekt esetében,
úgy a klinikai szakasz ehhez képest jelentősen nagyobb költségekkel jár, mint egy 250 millió dollár beruházást, illetve investíciót igényel. Szokás a gyógyszerfejlesztés folyamatában a költségekről beszélni, hogyha megnézzük az átlagos költséget, amely tartalmazza a sikertelen projektek költségeit is, akkor mintegy 2 milliárd dolláros költséget jutunk, tehát az egyetlen gyógyszer piacra jutatásához szükséges költség a megbukott projektek költségeivel együtt eléri kb. 1,8 milliárd dollárt. Tehát megállapíthatjuk, hogy egy rendkívül költséges és időben hosszú folyamatról van szó. De mi teszi a gyógyszerkutatás és fejlesztés folyamatát időben ennyire hosszúvá, és valójában ennyire költségessé? Ez szerint nem más, mint az egyes fázisokhoz fűződő sikerrátának a mértéke. Hogyha megnézzük, akkor a preklinikai szakaszban a sikerráta az egyes fázisokban, így a kémiai kiinduló pont azonosításánál 80%, az optimálásnál 75, illetve 85%, míg a preklinikai fejlesztésnél 69%. Ezzel szemben sajnos a klinikai fejlesztés során lényegesen kisebb a sikerrátával kell számolnunk. Különösen szeretném felhívni a figyelmet a második fázisú klinikai vizsgálatok mindössze 34%-os sikerrátájára. Azaz, hogyha megnézzük a gyógyszerkutatás teljes folyamatát, a kémiai kiindulópont azonosításától a piacra jutásig, akkor a teljes sikerráta mindegy 4%-nyi sikerrel kecsegtet. Ennek alapján szerintem joggal állapíthatjuk meg, hogy a gyógyszerkutatás és fejlesztés folyamata egy időben hosszú, rendkívül költséges és kockázatos folyamat. A nagy kérdés az, hogy hogyan lesz ez a folyamat fenntartható, hogyan vagyunk képesek arra, hogy ezt a folyamatot költségeiben, időben és kockázatában javítani tudjuk. A következő ábrán egy szimuláció eredményét láthatjuk, amely szimuláció azt célozta, hogy a költségek csökkentése, a gyorsaság növelése, vagy pedig a kockázatok csökkentése lesz az, amely leginkább hozzájárulhat a megtakarítás növeléséhez egy gyógyszerfejlesztés során. Ezen az ábrán is világosan láthatjuk, hogy a preklinikai szakasz, a kémiai kiindulópont azonosítása, optimálása és a preklinikai fejlesztéssel akár a költségeket csökkentjük, akár a gyorsaságot növeljük, akár a sötéttel jelzett minőséget, azaz a kockázatokat csökkentjük, viszonylag kismértékű megtakarítás érhető el. Ez azért sem meglepő, hiszen ennek a szakasznak az összes költségei is általában lényegesen alacsonyabbak, mint a klinikai fázis költségei. Ha most viszont a klinikai fázisra tekintünk, akkor a szimuláció világosan megmutatja, hogy a kockázatok csökkentése, azaz a projekt elbukásának valószínűségét 20%-kal csökkentve, mind az első fázisú klinikai vizsgálatokban, mind pedig a későbbi második és harmadik fázisú klinikai vizsgálatokban is jelentős költség megtakarítás érhető el. Ez alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a nem más, mint a gyógyszerjelöltek minőségének javítása, azaz a kockázatok csökkentése. És a mesterséges intelligenciát, illetve az ezen alapuló megoldásokat is ennek szolgálatába célszerű állítani. Ha megnézzük a kockázat csökkentés lehetőségeit, akkor ezek között találunk olyat, amelyik a preklinikai szakaszra vonatkozik, így például jobb minőségű gyógyszerjelölteket állítunk elő a
akkor várhatóan a jelenlegi 4%-os sikerrátát is jelentősen tudjuk javítani. Abban az esetben, hogyha jobban validált gyógyszercélpontokon próbálunk megdolgozni, azaz olyan gyógyszercélpontokon, amelyekről előzetesen bizonyítottuk, hogy a gyógyítandó betegséggel ténylegesen összefüggésbe hozható, akkor a jelenleg kb. 5-10%-nyi validált gyógyszercélpontot is jelentős mértékben tudjuk növelni. A klinikai fejlesztés területén a beválasztási veszteséget tudjuk lényegesen csökkenteni, jobb betegbeválasztási kritériumok megadásával. És végül szintén a klinikai területen jobb minőségű klinikai vizsgálatok végzésével a jelenlegi 30%-os kiesés és 40%-os megfelelőségi arányt tudjuk lényeges. Tehát ahhoz, hogy jobb minőségű gyógyszerjelöltjeink legyenek, jobban validált gyógyszercélpontokon tudjunk dolgozni, betegbeválasztási kritériumokat tudjunk használni, ezáltal hatékonyabb és jobb minőségű klinikai vizsgálatokat tudjunk végezni, ehhez jobb döntések kellenek. A jobb döntésekhez pedig jobb minőségi adatokra van szükségünk. Ezen a táblán összegyűjtöttem a jelenleg rendelkezésre álló és a gyógyszerfejlesztésből kapcsolatba hozható adatok hozzáférhetőségét. Benchmarkként megadom a sárgával jelzett Tesla szenzoradatokat. Mint azt tudják, a Tesla gépjárművek szenzorai a közlekedés során ezeket a szenzoradatokat a központba beküldik, és jelenleg az így elérhető szenzoradatpontok száma mintegy 2x10^7 és az adatkészlet mérete meghaladja 10^21 bájtot. Ezeket az adatokat a Tesla az önvezető autó az kifejlesztése érdekében gyűjti, és arra használja fel, hogy mesterséges intelligenciával feldolgozva az önvezető autó vezetés minőségét jelentősen lehessen javítani. Ha most a mi területünkre, a gyógyszerkutatásra koncentrálunk, akkor először érdemes megnézni, hogy egyáltalán hány olyan molekula van a világban, amely is a gyógyszer lehet. Ez bizony egy igen nagy szám, 10^63. Azonban, hogyha ebből azt megpróbáljuk megnézni, hogy melyek azok a molekulák, amik a jelenlegi tudásunk szerint ténylegesen elő is állíthatók, akkor egy kicsit kisebb számot kapunk, ez 1,2x10^19, és az adatkészlet mérete az 10^15 nagyságrendű bájtot tesz ki. Hát 1,2x10^9 a fizikai formában előállítható molekuláknak a száma, azonban a szerves és gyógyszerkémia eddig eltelt körülbelül 240-250 éve alatt összesen csak mintegy 2,8x10^8 molekulát állítottunk elő. Ezek közül a molekulák közül jelenleg mindössze néhány millió az, néhány tízmillió, ami jelenleg is megvásárolható. Tehát fizikai értelemben csak ezeknek a molekuláknak a vizsgálatára kerülhet sor. És a hozzáférhető molekulák vizsgálatával kapott biológiai adatoknak a mennyisége, az kb. 2x10^7 adatpontot tartalmaz, de az adatkészlet mérete alig haladja meg a 10^9 bájtot. És akkor láthatjuk, hogy például a Tesla szenzoradatokhoz képest milyen jelentős sok nagyságrendet meghaladó adatkészlet méretbeli különbséget tapasztalunk. Még rosszabb a helyzet, még kevesebb adat áll rendelkezésre a ténylegesen gyógyszerként nyilvántartott anyagokkal kapcsolatban. Jelenleg 13.548 ismert molekula van. Ezeknek a humán génkészletre gyakorolt hatását mindössze csak 627 gyógyszer esetében ismerjük. Részletes mellékhatás adatbázis
összesen 1438 szerre áll rendelkezésre, és a gyógyszerinterakciók veszélyére figyelmeztető gyógyszer máj kölcsönhatások tekintetében, az egy jellegzetes mellékhatás tekintetében is, mintegy 1000 gyógyszer esetében vannak adatok. Ez alapján világossá válik, hogy az adatok mennyisége, az adatok hozzáférhetősége szempontjából a mesterséges intelligencia alkalmazásoknak elsősorban a preklinikai szakaszban lehet jelenleg jelentőségük. Ez azért egy érdekes ellentmondás, mert a kockázatok csökkentésének előző ábráján egyértelműen a tényleges kockázat csökkentést és a tényleges költség megtakarítást sajnos nem a preklinikai szakasz javításán, hanem a klinikai vizsgálatok területén érhetnénk el, és pontosan ez az a terület kevesebb mennyiségű adat áll rendelkezésre. A preklinikai területen a különböző adatbázisok állnak rendelkezésre, amelyeket a gyógyszerkutatás mindennapos tevékenysége folyamán az például a fehérje szerkezeteket, a potenciális gyógyszercélpontok háromdimenziós szerkezetét magába foglaló fehérje adatbázis, szerkezeti adatbázis, amely 1971-ben jött létre, és jelenleg több mint 200 ezer fehérje szerkezetet tartalmaz. Hasonlóan a gyógyszercélpontok szerkezetéhez a potenciális ligandumok, gyógyszermolekulák, különböző kismolekulák szerkezetei is adatbázisban találhatók meg. Ez a Cambridge-i szerkezeti adatbázis, amely 1965-ben jött létre, és jelenleg mintegy 1,3 millió kismolekulás szerkezetet tartalmaz. A kémiai és biológiai adatok adatbázisai, így a PubChem vagy a CanBiol adatbázisok, gyógyszerkutatás szempontjából meghatározó jelentőségűek, hiszen a molekulák szerkezetéhez és tulajdonságaihoz rendelhető kémiai típusú adatok mellett ezek az adatbázisok a molekulák különböző biológiai tesztekben történő vizsgálatával kapcsolatos biológiai adatokat tartalmaznak. A PubChem adatbázist az Egyesült Államokban hozták létre 2004-ben, jelenleg mintegy 118 millió vegyületet tartalmaz, és ehhez a 118 millió vegyülethez mintegy 300 millió biológiai adat tartozik. Ennek az adatbázisnak az európai kisebb testvére a CanBiol adatbázis, amelyet 2008-ban hoztak létre, ebben kb. 2,4 millió vegyület és 1,6 millió biológiai adat található meg. A szerkezeti adatbázisok, valamint a kémiai és biológiai tulajdonságot összefoglaló adatbázisok esetében a legcélszerűbb megoldás adatbányászati technikáknak az alkalmazása. Ezek az adatbányászati technikák lehetővé teszik például a hasonló molekulák keresését, hasonló molekulán értjük például egy már biológiai aktivitással rendelkező molekulához való hasonló molekulának a megtalálását, azonosítását. Ezekről a molekulákról ugyanis a kémiai hasonlóságuk értelmében nagyobb valószínűséggel várhatunk biológiai aktivitást. Adatbányászati módszerek ugyanakkor alkalmasak lehetnek az adatbázisokban található kémiai és biológiai tulajdonságterek feltérképezésére is. A következő dián összefoglaljuk a preklinikai mesterséges intelligencia alkalmazásokat, amelyeknek elsődleges célja egyrészt a jobb gyógyszercélpontok azonosítása, másrészt pedig az ezekhez a gyógyszercélpontokhoz tartalmazó jobb gyógyszerjelöltek megtalálása. A gyógyszercélpontok esetében
A mesterséges intelligencia alapú megoldások lehetővé teszik új, lehetséges gyógyszercélpontok előrejelzését, valamint hozzájárulhatnak a már előrejelzett, szelektált gyógyszercélpontok validálásához, azaz validálása alatt a lehetséges gyógyszercélpont, illetve in vivo jelentőségének összekapcsolását értjük. A gyógyszer jelöltek azonosítása területén egyik fontos feladat a gyógyszer célponttal kölcsönhatásra képes lehetséges ligandumoknak az előrejelzése, ezen ligandumok előállításának, előállíthatóságának az előrejelzése, illetve a szintézisnek a javítása, valamint a ligandumok sok szempontú optimálása annak érdekében, hogy aztán a preklinikai vizsgálatok során ezek a ligandumok meg tudjanak felelni a hatékonyság és a biztonságosság kritériumainak. Szeretnék mutatni néhány példát, elsőként a gyógyszercélpontok azonosítására és validálására. Itt elsődleges célkitűzésünk a gyógyszerek, vagy a potenciális gyógyszermolekulák hatásmechanizmusának az előrejelzése. A fenotípusos hatás előrejelzése, az az in vivo ügyeknek a vizsgálata, illetve az in vivo proof of concept hatás előrejelzése. Amint láthatjuk, a rendelkezésre álló genetikai, proteomikai, metabolomikai adatoknak a birtokában, mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásával, így különböző hálózatalapú módszerekkel, illetve gépi tanulási módszerekkel arra teszünk kísérletet, hogy az adatforrások által meghatározott adatokat és a gyógyszercélpont jellegét, annak targetálhatóságát, valamint a gyógyszercélponthoz rendelhető molekulákat, magukat és ezek tulajdonságait tudjuk előrejelezni. Ennek érdekében különböző adatforrásokat használhatunk fel, amelyek közé tartoznak például a Genome Wide Association vizsgálatoknak az eredményei, különböző funkcionális genomikai adatkészletek, adatbázisok, a CRISPR, a siRNA, illetve KO adatkészletek, valamint 3D modellekből származó adatok, illetve in vivo adatok, amelyek mind segítik a mesterséges intelligencia alapú módszereket abban, hogy gyógyszer célpontok jellegét és azok targetálhatóságát előre lehessen jelezni. A gyógyszercélpontok és hasznosítására, illetve validálására már ma is nagyszámú kapcsolt biológia adat áll rendelkezésre. Ezért a mesterséges intelligencia alapú módszerek sikeresen és előnyösen használhatóak fel erre a célra. Ugyanakkor meg kell emlékeznünk a korlátokról is, így a különböző genetikai variánsok, az aktivációs állapot, a sejtípus, valamint a betegség és fehérje asszociáció érvényessége, azaz a betegség és a potenciális gyógyszercélpont tényleges kapcsolata, illetve annak érvényessége jelenthet komoly korlátokat. Az elmúlt években több olyan gyógyszercég is megjelent a piacon, amely a gyógyszercélpontok azonosítására és validálása érdekében különböző mesterséges intelligencia alapú módszereket használ. Hogyha ezeknek a cégeknek a portfólióját összevetjük a hagyományos gyógyszercégekkel, akkor azonban azt a megállapítást kell, hogy tegyünk, hogy alapvetően a mesterséges intelligencia nem hozott a domináns terápiás területekben. Ha megnézzük a két oszlopnak a színezését, akkor azt láthatjuk, hogy mind a mesterséges intelligencia alapú, mind a hagyományos gyógyszerkutatásban
onkológiai és központi idegrendszeri szerek kutatása a vezető két terület. Ezt követi az immunológia, a különböző fertőzésekkel és szembeni terápiás lehetőségek kutatása, gastrointestinális, valamint légzőszervi és egyéb megbetegedések. Tehát jól lehet a nagyszámú kapcsolt biológiai adat, nagyban megkönnyíti a mesterséget és intelligencia módszerek alkalmazását a gyógyszer célpontok azonosításában és validálásában. Ennek áttörő eredményét jelenleg a terápiás területek vonatkozásában még nem láthatjuk. Második példa, amit szeretnék megmutatni, a gyógyszer célpontok szerkezetének az előrejelzése. Az előbb megpróbáltuk azokat a fehérjéket azonosítani az emberi szervezetben, amelyek egy betegség kialakulásával összefüggésbe hozhatók. Most pedig az ilyen fehérjék háromdimenziós szerkezetét szeretnénk előrejelezni, méghozzá két fontos oka van ennek. Az első ok az az, hogy ezáltal a funkciójuknak a predikciója egyszerűbbé, könnyebbé válik. Másrészt a gyógyszercélpontok háromdimenziós szerkezetének birtokában lehetőségünk lesz az adott célponthoz kötődő molekulák gyors, virtuális szűrés alapú azonosítására. Az a példa, amit beszerették mutatni, a Google DeepMind által fejlesztett AlphaFold elnevezésű predikciós eljárás, amely eljárásnak az a lényege, hogy a gyógyszercélpontként azonosított ismeretlen szerkezetű, de ismert aminosav szekvenciájú fehérje szerkezetét megpróbáljuk előrejelezni a hozzá aminosav szekvenciában hasonló ismert szerkezetű fehérjék szerkezeti információival. Ez az eljárás olyan mennyire sikeres volt, hogy mint láthatjuk az ábra alsó részében, a kísérleti szerkezettel összevetett szerkezeti előrejelzés az AlphaFold esetében lényegesen jobb eredményt hozott, mint bármely más módszer esetében. Erre szeretnék néhány példát mutatni. Az ábra alján láthatjuk, hogy a fehérje másodlagos szerkezetét, a bétaredőket, a különböző hurkokat és a hélixeket, az AlphaFold, amely predikcióját kék színnel láthatjuk, gyakorlatilag a kísérleti adatokkal azonos információra hozta ki. A négyzetes eltérés kisebb, mint egy angström. Ha most a következő ábrára tekintünk, akkor azt is láthatjuk, hogy az előrejelzések nem csak a másodlagos szerkezetekre vonatkoznak, hanem bizony a kölcsönhatásokban résztvevő egyes aminosavak konformációi is szinte tökéletesen megfelelnek a kísérletileg meghatározott konformációknak. Végezetül a harmadik ábrán egy nagyon komplex fehérje szerkezetét mutatom, amelyben láthatjuk, hogy a harmadlagos szerkezet vonatkozásában az kékkel jelölt AlphaFold szerkezet igen jó hasonlóságot mutat a kísérleti módon meghatározott szerkezethez képest. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a mesterséges intelligencia alapú gyógyszercélpont szerkezet előrejelző alkalmazása, az AlphaFold, a fehérjék másodlagos szerkezetében, harmadlagos szerkezetében és a kölcsönhatásban résztvevő aminosavak vonatkozásában is kiemelkedő módon teljesített és jó minőségű, a kísérleti eredményekkel gyakorlatilag azonos minőségű predikciót tesz lehetővé. A gyógyszer célpontok azonosítása és validálása után most térünk a preklinikai mesterséges intelligencia alkalmazások másik nagy területére,
a gyógyszerjelöltek azonosítására. Mindenképpen kell emlékeznünk a kezdetekről, amely elsősorban a kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések leírását felderítésével kapcsolatos kutatásokra vonatkozott. Itt tulajdonképpen a cél a kémiai szerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggés matematikailag kifejezhető formában történő leírása volt, méghozzá azzal a céllal, hogy a biológiai hatás kémiai szerkezet ismeretében előrejelezhető legyen. Ennek a területnek volt úttörője Corvin Henge, aki 1961-ben a biológiai hatás és a fizikai-kémiai tulajdonságok között állított fel matematikai összefüggéseket, és ezáltal lehetővé tette a biológiai hatás előrejelzését. Friedrich Wiesel 1964-ben a biológiai hatás és kémiai szerkezeti paraméterek között állított fel hasonló összefüggést. Ezek a korai módszerek tehát a kémiai szerkezet ismeretében lehetővé tették a biológiai hatás, a hatékonyság előrejelzését. Azonban, mint tudjuk, ahhoz, hogy egy gyógyszerjelölt sikeres legyen, nem elég hatékonynak lenni, de biztonságosnak is kell lennie, márpedig a biztonságosság kérdésére a korai módszerek elsősorban úgynevezett szakértői rendszereket vetettek be. A szakértői rendszerek területén a mai délután első előadója, Computrag, meghatározó szerepet játszott. A Computrag által fejlesztett metabolizmus előrejelzés, valamint ez a Metabol Expert, valamint a vegyületeknek a toxicitását előrejelző Hazard Expert módszerek a 80-as évektől álltak már rendelkezésre, 80-as évek elejétől álltak már rendelkezésre, és széleskörű felhasználáshoz vezettek a gyógyszerkutatás és fejlesztés területén. Olyannyira, hogy metabolizmus előrejelzéssel, illetve toxicitás előrejelzéssel kapcsolatban ma is több szakértői rendszer áll rendelkezésre, és például a toxicitás előrejelzésének területén a nagy nemzetközi ügynökségek, így az amerikai környezeti ügynökség, az amerikai gyógyszerügynökség már olyan megbízhatóságú szakértői rendszert üzemeltet toxicitás előrejelzésre, amely segíti ezeknek az ügynökségeknek az engedélyezési munkáját. Nézzük, hogyan zajlik a gyógyszerjelöltek azonosítása napjainkban. Napjainkban, amikor a fehérje szerkezetek, a potenciális gyógyszercélpontok szerkezeteinek vizsgálatára, a kísérleti módszerek mellett nagyon hatékony elméleti módszerek, mesterséges intelligencia alapú prediktorok állnak rendelkezésre, mint amilyen például az AlphaFold, a gyógyszerjelöltek azonosítása legtöbbször virtuális szűrés segítségével is megtörténhet. A virtuális szűrés során a fehérje szerkezetet vizsgáljuk abban a tekintetben, hogy a hagyományosan néhány millió vegyületből, mesterséges intelligenciával támogatva néhány milliárd vegyületből, melyek lesznek azok a vegyületek, amelyek az akár kísérleti úton, akár mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásával meghatározott fehérje szerkezethez ténylegesen képesek lesznek kötődni. Hiszen ez a kötődés teszi azt lehetővé, hogy a fehérje molekulához csatlakozó gyógyszerjelölt megváltoztassa annak a fehérjének a funkcióját, és ezáltal a betegség gyógyításához, a tünetek enyhítéséhez járuljon hozzá. Egy másik lehetőség a gyógyszerjelöltek azonosítására az úgynevezett de novo tervezés. Ennek során is a gyógyszercélpont háromdimenziós szerkezetéből indulunk ki, azonban a kötőzsebben, amit az ábrán jól láthatunk,
megkíséreljük a kívánt tulajdonságú vegyületek az összekapcsolását olyan módon, tulajdonképpen a gyógyszer jelölt molekulát több lépésben ebben a definiált kötősebben építjük fel. A felépítés során pedig arra törekszünk, hogy a gyógyszerjelölt molekula egyes elemei tökéletesen illeszkedjenek a rendelkezésre álló fehérjezsebhez, és ebben a fehérjezsebben az aminosabb oldalláncokkal kedvező kölcsönhatásokat tudjanak kialakítani. Egy harmadik lehetőség gyógyszerjelöltek azonosítására mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásával az úgynevezett repurposing, amelynek során egy már létező gyógyszert más terápiás célra kívánunk felhasználni. Ennek jó példája COVID járvány alatt például a remdesivir antivirális készítménynek az átpozicionálása, amelyet eredetileg nem a COVID vírustal szembeni fellépésre fejlesztettek ki, azonban a kísérleti és különböző elméleti vizsgálatok alapján egyértelművé vált, hogy ez a vegyület hatékony lehet COVID fertőzés kezelésében is. Engedjék meg, hogy most egy nagyon pici kitekintést tegyünk a gyógyszerjelöltek jövőbeli azonosítására. A példa ismét a Google DeepMind-tól érkezik, és az AlphaFold-nak egy olyan speciális verzióját, az AlphaFold, illetve azzal kapcsolatos eredményeket mutatom ezen az ábrán. Remélem meggyőzi önöket arról, hogy a mesterséges intelligencia alapú előrejelzés nem csak a fehérjék másodlagos, harmadlagos szerkezetének előrejelzésében jelent segítséget, hanem, amint a példák mutatják, a fehérjéhez kötődő ligandumok azonosításában is, azaz a gyógyszerjelöltek azonosításában is, hiszen ezen a ábrákon azt láthatjuk, hogy az AlphaFold 3 által azonosított ligandum konformációk, ligandum szerkezetek szinte tökéletes egyezést mutatnak a szürke színnel látható kísérleti szerkezetekkel. Ezek nagyon bíztató kezdeti eredmények. Az AlphaFold 3 alig több mint egy hónapja áll rendelkezésre, és joggal reménykedhetünk abban, hogy a közeljövőben ez az eljárás, a mesterséges intelligencia alapú dokkolás fel fogja váltani, illetve ki fogja szorítani a hagyományos virtuális szűréseket, és ezáltal több milliárd szintetizálható, elvileg hozzáférhető ligandum esetében lesz képes a kedvező kölcsönhatások előrejelzésére. Jelöltek optimálása bonyolult folyamat, amelynek során nem csak a hatékonyságot, de a biztonságosságot is optimálnunk kell. Az optimálás során különböző in vitro modelleket alkalmazunk annak érdekében, hogy az élő szervezetben in vivo körülmények között tapasztalt viselkedést előre tudjuk jelezni. Így például a hatékonyság vizsgálata területén a célfehérjén történő aktivitás egy in vitro modellje az immunitásnak, azonban fontos azt tudnunk, hogy a hatékonyságot a célfehérjén történő aktivitás mellett a farmakokinetikai tulajdonságok, azaz az adott gyógyszerjelölt felszívódása, eloszlása, metabolizmusa és kiürülése is befolyásolja. A gyógyszerjelölt molekulák fizikai-kémiai tulajdonságai in vitro modellekben meghatározhatjuk, és ezek
fizikai, kémiai tulajdonságok fogják pontosan befolyásolni az előbb említett farmakokinetikai tulajdonságokat. Farmakokinetikai tulajdonságok tekintetében szintén alkalmazhatunk in vitro modelleket, ilyenek például a metabolikus stabilitás vizsgálatára, vagy a metabolizmusban szerepet játszó cipenzimek gátlására vonatkozó szintén fehérje alapú modellek, ezek azonban csak részben tükrözik a szövetek és szervek komplex válaszát. Végezetül a toxicitás területén is számos in vitro modell áll rendelkezésre, azonban ezek is csak részben képesek a tényleges terápiás index, azaz a hatékonyság és biztonságosság, hatékonyság és mellékhatásmentes dózis hányadosaként definiálható terápiás index előrejelzésére. Az optimálás során az alkalmazott in vitro modellek végpontjainak előrejelzése mesterséges intelligencia módszerekkel javítható, és ennek az előrejelzésnek a hasznossága értelemszerűen függ attól a relevanciától, hogy az adott in vitro milyen mértékben képes az in vivo szervezetbeli helyzetet releváns módon leírni. Itt említettem, hogy gyógyszermolekulák, gyógyszerjelöltek optimálása egy bonyolult és többdimenziós optimálási feladat. Optimálnunk kell a hatékonyságot, csökkentenünk a mellékhatásokat, optimálni a felszívódást, az eloszlást, metabolizmust és kiürülést, és csökkenteni a potenciális toxicitásnak a lehetőségét. Az optimálás a hatás és a mellékhatás tekintetében egy, illetve több fehérjével való kölcsönhatás alapján lehetséges in vitro modellek alkalmazásával. Azonban az ADMET területen, azaz a felszívódás, eloszlás, metabolizmus, kiürülés és toxicitás területén ez az optimálás egy rendkívül összetett folyamat, tudnék ezekben a folyamatokban számos enzim, fehérje, transzporter vesz részt, különböző utak és különböző szervek összehangolt munkájának eredményét láthatjuk farmakokinetikai vonatkozásban, amelyet ráadásul a kor, a nem, a genetika és az egészségi állapot is befolyásol. Sajnos ez az a terület, ahol az in vivo adatok csak részlegesen állnak rendelkezésre, viszonylag kis mennyiségű ilyen farmakokinetikai adat áll rendelkezésre. A különböző in vitro adatok azoknak nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre, itt azonban mindig felmerül kérdés, hogy az in vitro modell mennyiben releváns az in vivo szervezetben történő megvalósulásra. Nem tudjuk figyelembe venni a dózisfüggést, tipikusan nem homogének ezek az alapkészletek, sajnos csak részben publikusak, hiszen a legjobb adatkészletek azok a gyógyszer cégeknél állnak rendelkezésre. Ezért aztán legtöbbször csak lokális modellek állíthatók fel, amelyek a gyógyszermolekuláknak csak egy szűk körére adhatnak megfelelő erőjelzést. Mivel az adatok eloszlása ismeretlen, ez aztán az extrapolálás is bizonytalan, tehát ez nem az a terület, ahol a mesterséges intelligencia alapú módszerek hatékonyan alkalmazhatóak. Szeretnék néhány példát mutatni optimálás során alkalmazható mesterséges intelligencia alapú megoldásokra. Az itt látható módszert még a Richter-Gedeon gyógyszer a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején célunk központi idegrendszeri aktivitásnak az előrejelzése volt, amelynek feltétele a véragygáton való átjutás. A véragygáton való átjutás pedig alapvetően a gyógyszerjelöltek, vagy a ligandumoknak fizikai, kémiai sajátságai befolyásolják. Ezért molekulákat molekuláris újlenyomattal
jellemezve, egy 992 bites ülőnyomatot használva, egy előrecsatolt neurális hálózatot építettünk, amelyben összesen 31 layer helyezkedett el, és egy output neuron volt. Bemeneten meg a 992 bites új lenyomatot, 31 rejtett rétegen keresztül optimáltuk a neurális hálózatot, és a kimeneten a vegyületnek a CNS aktivitása vagy inaktivitása szerepelt. A tanítókészletünk 3500 molekulából állt, a tesztkészletünk hasonlóképpen 3500 molekulából, és fontos volt, hogy megmutattuk a kémiai hasonlóság alapján, ez az előrejelzés nem hatékony, tehát pusztán a kémiai szerkezet hasonlósága nem teszi lehetővé a CNS aktív vegyületek azonosítását. A kifejlesztett előrecsatolt neurális hálózat azonban képes volt arra, hogy a különböző CNS aktivitásokat átlagosan mintegy 90%-os megbízhatósággal jelözte előre, és ezáltal egy rendkívül gyors és megbízható módszert tudtunk kifejleszteni, mintegy 25 évvel ezelőtt, a központi idegrendszeri aktivitás előrejelzésére. Egy másik példa a metabolizmusban szerepet játszó citokrom P450 enzim, a 3A4 jelű enzim gátlásáért felelős molekulák azonosítása. Ez azért nagyon fontos, mert a gyógyszerek közötti sokszor veszélyes gyógyszerkölcsönhatásokért ez az enzim többek között felelőssé tehető. Itt is egy előrecsatolt neurális hálózatot használtunk, egy lényegesen kisebb tanítókészlet és tesztkészlet mellett mutattuk meg, hogy a hálózat, amelyet 2002-ben fejlesztettünk ki, a enzim gátlószereit 92%-ban helyesen klasszifikálta, és ami érdekes, hogy azokat a molekulákat, amelyek nem gátolták ennek az enzimnek a működését, azokat is 89%-os pontossággal volt képes klasszifikálni. Ezáltal egy olyan módszerhez jutottunk, amelyel tehát előre tudjuk azonosítani azokat a molekulákat, amelyek a későbbiek során potenciálisan gyógyszerkölcsönhatásokat okozhatnak, és ezáltal meg nem engedhető biztonsági kockázatokat jelentenének. Most, hogy a preklinikai mesterséges intelligencia módszerek végére értünk, szeretném összefoglalni ennek a dátait. Megmutattuk, hogy a gyógyszercélpontok előrejelzése és validálása, valamint a lehetséges ligandumok előrejelzése során ezek a módszerek hatékonyan alkalmazhatók. Azonban tudnunk kell, hogy a ligandumok esetében a kölcsönhatásokat nem csak a potenciális gyógyszercélponttal, hanem elvileg a szervezet összes lehetséges kölcsönható partnerével, minden fehérjével, minden RNS-sel, minden DNS-sel kellene előrejelezni. Márpedig erre jelenleg nincs lehetőségünk. Azt is tudni, hogy az adott gyógyszercélpont expressziójának a helyét és az expressziójának a mértékét, valamint ezeknek a változását is figyelembe kellene vennünk ahhoz, hogy ezeknek a gyógyszercélpontoknak az esetében megfelelő hatékonysági előrejelzéseket tudjunk tenni, márpedig ilyen adatok csak részben állnak rendelkezésre. Végezetül meg kell emlékeznünk arról, hogy a el is kell tudnia jutni a hatás helyére, nevezetesen arra a helyre, ahol az adott gyógyszercélpont expresszálódik, és ezért szükségünk lenne in vivo farmakokinetikai előrejelzésre is, amelyről viszont beszéltem, hogy ennek az előrejelzhetősége a nagyon rendszer és a kevés rendelkezésre álló adat miatt jelenleg komoly korlátokat jelent. Előadás második részében
szeretném megmutatni a lehetséges klinikai mesterséges intelligencia alkalmazásokat, hiszen a korai szimulációk egyértelművé tették, hogy amennyiben jobb betegbe választási kritériumokat tudunk, és amennyiben jobb minőségű klinikai vizsgálatokat tudunk végezni, úgy a gyógyszertudatás és fejlesztésnek a költségei és kockázatai jelentős mértékben javíthatóak és csökkenhetőek lennének. Sajnos azonban el kell mondanom, hogy a rendelkezésre álló klinikai adatok mennyisége nem elégséges, a klinikai adatok hozzáférhetősége sokszor azért nem biztosított, mert a legtöbb klinikai vizsgálatot különböző kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégek szponzorálják, így ezek az adatok elsősorban az ő fejlesztési programjaiknak az érdekeit szolgálják, és nem állnak nyilvánosan rendelkezésre. Ugyanakkor azt is meg kell jeleznünk, hogy mivel ezek a klinikai adatok alapvetően a legkomplexebb biológiai rendszeren, az emberen kerülnek meghatározásra, ezért ezeknek a megbízhatósága és sokszor a reprodukálhatósága is kérdéses. Joggal merülhetne fel önökben, hogyha a klinikai adatok tekintetében ilyen komoly korlátokkal rendelkezünk, akkor miért használjuk a valós kezelési körülmények között keletkező adatokat? Ennek elsődlegesen az ok, hogy a legtöbb országban ezeknek a gyűjtése nem megoldott, a minőségük, az adatoknak a megbízhatósága, a standardizálhatósága és struktúráltsága is kérdéses, ezért több országhoz hasonlóan Magyarországon is jelenleg is nagyon komoly erőfeszítések folynak annak érdekében, hogy a valós kezelési körülmények között keletkező adatokat minőségbiztosított formában mesterséges intelligencia alkalmazások számára elérhetővé tegyék. Szeretnék egy példát mutatni, melyet a Természettudományi Kutatóközpontban gépi tanulási módszerek segítségével jutottunk elő. Ebben az esetben a gépi tanulásnak az volt a feladata, hogy génlistáknak a segítségével próbáljuk meg előrejelezni, hogy melyik tumor lesz érzékeny kezelésre. Az első feladat mindig az adatkészletnek az összeállítása. Jelen esetben több forrásból sikerült létrehoznunk egy olyan adatbázist, amely mintegy 1250 különböző sejtvonal tartalmazza, amely sejtvonalakat összességében 1562 különböző vegyülettel kezeltek. Az adatbázis tisztítása, homogenizálását követően ketté választottuk az adatbázist, egy adatbázis 66%-a egy tanulókészletet jelentett, és 34% volt a tesztkészlet. Ezt követően került sor a tanítási tulajdonságoknak a kiválasztására, a szignifikáns géneknek az azonosítására, majd egy random forest módszer segítségével hoztunk létre egy mesterséges intelligencia alapú modellt, amit ROG analízissel validáltunk. És akkor a következő ábrán megmutattam önöknek, hogy Dell például képes volt az emlőtumorokban jelentős szerepet játszó ERBB2 gén azonosítására, amely a trastuzumab nevű antitest kezelésre érzékenyít. Érdemes megnézni, hogy minden forrásban egyértelműen látjuk, hogy sikerült azonosítani az ERBB2 és a hozzá kapcsolódó géneket. Egy másik alkalmazás esetében feladatunk a leghatékonyabb kezelés kiválasztása volt szintén emlőtumorban szenvedő betegek esetében. Itt a feladat alapvetően az, hogy a
az érvényes magyar tumorterápiás protokoll értelmében a tumor eltávolítását követően a rendelkezésre álló patológiai és klinikai adatok alapján az onkotinhoz döntés, hogy az adott beteg esetében szükségesnek tart, vagy nem tart szükségesnek kemoterápiát. Mi ezt a döntéshozatalt szerettük volna elősegíteni egy mesterséges intelligencia alapú algoritmusnak a fejlesztésével, amelyhez egy 2000 utáni emlőtumoros betegeket tartalmazó nagy adatbázisból indultunk ki, amely összesen több mint 1,1 millió beteget tartalmazott, és 39 különböző patológiai és klinikai paramétert tartalmazott. Először megtisztítottuk ezt az adatbázist, kizártuk azokat a betegeket, ahol az adatok nem voltak egyértelműek, vagy hiányosak voltak, illetve találtunk jelentős mennyiségű duplikátumot is. Így jutottunk el a tisztított adatbázishoz, amely összesen 21 patológiai és klinikai adatot tartalmazott, mint egy 1,7 millió beteg vonatkozásában. És erre az adatbázisra validáltuk, fejlesztettük ki a módszerünket, amelynek legfontosabb sajátsága, hogy egy adott betegre vonatkozó konkrét patológiai és klinikai adatok birtokában a mesterséges intelligencia alapú megoldás meg tudja mutatni, hogy az adott tumorméret, az adott stádium és különböző tumorjellemzők alapján az adott beteg esetében a kezelés hatására várható-e jelentős mértékű, szignifikáns életminőségjavulás és túlélés. És ezáltal racionalizálni lehet az onkotin döntéseit. Az előadás végén szeretném összefoglalni azt, hogy mit mutat a valósága a mesterséges intelligencia módszerek jelenlegi alkalmazásával kapcsolatban. Hogyha az ábra bal oldalára nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy az első álljelű grafikonon azoknak a cégeknek a kutatási portfóliója látható, amelyek alapvetően mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használnak. Láthatjuk, hogy ezek a projektek döntő többségükben még stádiumban vannak. Így ténylegesen a mesterséges intelligencia alkalmazásának előnyeit rendkívül nehéz megítélni azokhoz a cégekhez képest, amit a B panelen látunk, ezek a hagyományos gyógyszercégek, ahol látjuk azt, hogy a zöldre jelölt preklinikai fázis mellett jelentős mennyiségű első fázisú, második fázis és harmadik fázisú vizsgálatot folytatnak. Tehát annak megítélése, hogy a mesterséges intelligencia alapú módszerek módszerfejlesztésben ténylegesen milyen eredményt hoznak, még várott magára. Azt is meg kell említeni, hogy jelenleg nincsen mesterséges intelligencia alapon fejlesztett gyógyszer a piacon, és csak nagyon kevés elhanyagolható számú mesterséges intelligencia alapján fejlesztett gyógyszer van klinikai stádiumban. Márpedig az előadás elején egyértelműen jeleztük, hogy feladatunk alapvetően az adatkészleteknek a harmonizálásra, az adatkészletek minőségének a javításra. Ez a preklinikai fázisban többé-kevésbé már megvalósult, azonban a klinikai fázisban még masszívan előttünk áll, márpedig enélkül a mesterséges intelligencia alapon fejlesztett gyógyszerek esetében nem várhatunk jelentős előrelépést sem a klinikán, sem pedig a piacon. Itt az ábra jobb oldalára tekintünk, megállapíthatjuk, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazó cégek terápiás portfóliója között nincs jelentős különbség, sőt,
Az ÁPA-nelen azt is tapasztalhatjuk, hogy a nagy mennyiségű rendelkezésre álló preklinikai adat ellenére az mesterséges intelligenciát alkalmazó cégek gyógyszer célpontjai nem különböznek lényeges mértékben a klasszikus gyógyszerkutatással foglalkozó gyógyszercégek gyógyszer célpontjaitól. Az előadás végén szeretném összefoglalni, hogy a ma mesterséges intelligenciának nevezett eszközök, így a gépi tanulás, a mély tanulás, a mesterséges ideghálózatok már évtizedek óta rendelkezésre állnak, és ezeket jelenleg is óriás cégek fejlesztik, tehát e tekintetben a gyógyszerfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek nincs teendőjük. Nem érdemes speciálisan nekik új eszközöket fejleszteni, új módszereket létrehozni. Ami a gyógyszerkutatásban és fejlesztésben a mesterséges intelligencia alkalmazásokat jelentős mértékben tudja bővíteni, az a nagy mennyiségű és jó mennyiségű adat. Tehát az elsődleges feladat az az, hogy a preklinikai adatok esetében, ahol megfelelő mennyiségű adat áll rendelkezésre, itt jelentős mértékű minőségi javulást kell elérni, még a klinikai adatok esetében mind a mennyiség, mind a minőség tekintetében van hová fejlődnünk. Megállapítottuk, hogy a nagy mennyiségű adat alapvetően csak a gyógyszerfejlesztés korai stádiumában áll rendelkezésre. Van nagyszámú adatunk, amelyek elsősorban in vitro modellekre vonatkoznak, és megmutattuk azt, sőt példát is mutattunk rá, hogy mesterséges intelligencia eszközökkel az in vitro modellek végpontjainak az előrejelzése javítható. Azonban a preklinikai gyógyszerfejlesztés legnagyobb kérdésre, mely szerint hogyan transzlálhatóak ezek az in vitro adatok a tényleges in vivo szervezetben történő működésre, ez feladat még várat magára ennek a megoldásra. Ezért azt gondolom, hogy talán helyesebb a célfehérjére, a gyógyszer célpontra történő ligandú fejlesztésről beszélni, hiszen tényleges gyógyszerfejlesztésről e tekintetben annak komplexitása miatt még nem beszélhetünk. Szeretném mindenek ugyanakkor aláhúzni, hogy a fejlesztésnek az iránya egyértelmű, a mesterséges intelligencia alkalmazások előtt nyitva áll az út. Én úgy gondolom, hogy amint megfelelő mennyiségű és minőségű adat lesz hozzáférhető, úgy preklinikai, mint klinikai vonatkozásban a mesterséges intelligencia alapú előrejelzéseknek meghatározó szerepe lesz a gyógyszerkutatásban és fejlesztésben. Ezért azzal szeretnék búcsúzni önöktől, hogy ma a legfontosabb feladatunk az adatforrások konszolidációja, és erre mind preklinikai szinten, mind pedig klinikai szinten Magyarországon és nemzetközi vonatkozásban is jelentős erőfeszítések történnek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és kívánok önöknek szép hétvégét, további jó konferenciát.